Már többször jártunk a Budai Várnegyedben, hogy az úgynevezett szerencse séta során izgalmas és szerencsés történeteket, valamint helyszíneket ismerjünk meg ezen a területen. Ma két újabb épületet keresünk fel, amelyek valamiért hatalmas szerepet játszottak a hazai szerencsejátékok történetében. Sétánk során ismét Pálffy László, a Szerencsejáték ZRT játéktörténeti szakértője lesz kísérünk. Budavár új városházája előtt állunk, felelevenítve annak 150 éves játékos történetét. Ebben az épületben 117 éven keresztül működött a magyar királyi, majd később állami nyomda, ontva magából a számtalan különböző típusú, nagyon drága, nagyon különleges nyomtatványokat. Legkülönfélébb lottószelvényeket, milliárdokban reménykedő embereknek a kiszolgálására. A vár védettségét élvezte ez a nyomda, és ebben az épületben manapság kulturesemények és játékos események szinte minden héten vannak. Az a mennyiségű szelvény, ami az állami nyomda jóvoltából elkészült, az többszörösen hézagmentesen le tudná fedni Budapestet. Itt állunk Buda régi városházában, csodálatosan felújított új formáját láthatja mindenki, és szembesülhet azzal, hogy több mint 150 éven keresztül a polgármesternek volt ez a hivatala. A 19. századi történet, ami egy bírósági eljárást mutat be, ír le és magyaráz meg, ha szerint a lottó nyertes 4800 forintot nyert, de úgy, hogy az a tét, az az 1 forint, az eltulajdonította a mesterétől. A cipész Inas ebből az óriási pénzből később lelkiismeret furdalása felajánlotta a felét a meglopott mesterének, aki úgy gondolta, hogy miután a pénz csak az övé volt, az egész nyereségőt illeti. Per lett belőle, és itt a polgármester bírója úgy döntött, hogy jogos a kívánsága a mesternek, hogy a forintját kapja vissza, a nyertesnek meg a 4799 forint maradék a nyereménye, de a lopás ténye miatt neki kötelessége 3 hétig börtönben lenni, és a nyereményt meg csak akkor kapja meg, amikor nagykorú lesz. A lottónyertes itt, ebben a cellában tölthette el 3 hetes börtönbüntetését.